Aha. Folytatjuk közvetítésünket Ferenc Viktor barátommal. Jó magam, Tóth Szabolcs vagyok. Folytatódik a Lengyelország-Izrael B csapata közötti csörte. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy a két egyéni győztes srác csap össze, Kristóf Kamil, illetve Itály Csenik. Közben volt egy páros mérkőzés, így alakult ugye a csapatok közti eredmény, hogy most 2-1-re a lengyelek vezetnek, ugyanakkor 1-0-ra még az izraeliek szereztek előnyt. Ha most nyer a lengyel srác, akkor vége a mérkőzésnek, Lengyelország győzelmét kihirdethetjük. Egyelőre a lengyel kolléga Kristóf Kamil viszonylag nagy fölénnyel vezet, most 6-1 lett már az eredmény, ugyanakkor az első másik játszik. Egy picit pontosítottunk, ugyanis tinédzser lányok tömkelege írt az interneten, hogy a lengyel csapatban játszó 117-es rajtszámú játékos valójában Kamil Nalepa. Úgyhogy én kérek elnézést, hogy ezt a magyar szófordulatot használni szokták. Tehát Kamil Nalepa, ezt elmondjuk még 10-szer az elkövetkezendő 3 percben. Ott fejeztem be az előbb az okfejtésemet, mert ugye én mindenhez értek, hogy ne temessük el Itály Cseniket, ugyanis az első mérkőzést is úgy kezdte, hogy az első szettet simán elbukta. Ugyanakkor utána mezőny fölénybe tudott kerülni, és 3-1-re egyszerűen megfordította a mérkőzést. Tehát most Kamil Nalepa 10-4-re vezet, és az is lehet, hogy simán behúzza az első szettet, de azt gondolom, hogy messze még a mérkőzés vége. Így van. 10-5 az első szedben. És ha belegondolok, az is a védők mellett van ilyen helyzetben, hogy ők kevés kockázatot vállalnak, ugye tologatnak, nyesegetnek. Tehát ha nem rontják nagyon el, nem adnak egy olyan üres, magas labdát, amit be tudnak nekik ászolni, akkor kellemetlen a stílusuk, és kevésbé van benne a saját hibájuknak a lehetőség. Aki meg pörget, támad, ugye az egy nehezebb műfaj, tehát ott sokkal könnyebb hibázni. Így van, épp ezért mondják azt, és nem közhely, hogy nagyon nehéz végigjátszani egy védő ellen egy mérkőzést, úgyhogy végig én domináljak, ugye így fogalmazok. Hiszen, hogyha egy kicsit kienged az ember, akkor már nem pörgeti át annyiszor, és ugye egy valamire való védőjátékos, aki nyesi hátulról, azért visszanyesi egy jó párszor. Úgyhogy... Viktor, erősíts meg, nem tudom, jól látok, hogy a zsűri asztalon egy Superman lányt látunk. Igen, igen. Ugyan ezt a... Önök nem látják a kamera képen, de mi látjuk, úgyhogy ennyi nekünk is kiáll. Így van. Hát mindenki megfordul már, ugye? Igen. Itt Tatán, úgyhogy gyakorlatilag most a világ szeme ide fordult. Folytatódik a mérkőzés, tehát 1-0-ra Kamil Nalepa vezet. Így van, még 5-ször el kell mondani, és akkor kiengeszteltük. Húzod a strigulát? Így van. Sőt, még egy dísztáviratot is küldünk a lengyel nagykövetségre, hogy így van, elnézést nehogy... kérünk, ugye hagyomány, hogy a két nép között egyébként is viszonylag jó a viszony történelmi okokból és gesztusokból kialakulva. Viszont az izraeli himnusz nagyon szép. Azt én nem tudom. Nagyon nem nagyon szép. Emlékszem, hogy hallottam volna, pedig biztos így van. Az előbb láttuk, amiről az előbb már szót ejtettem, hogy a védőjátékosok, hogy átmennek támadó stílusban, mert nekik jön olyan labda,
akkor gyakran kontraütésszerűen ütik meg, és több ütést is csinált most az Itály Csenik. Így van, hát valamit gyakorlatilag ki kell, hogy találjon. Most beleütött a fonákkal a hálóba, mert ugye az első szedben csak nyesegetett, gyakorlatilag hátul, és az a taktika nem jött be neki. Igen. Az első mérkőzésen valószínűleg ugyanezt a taktikát követte, és tudott váltani. Az első szedben kipuhatolta, hogy mit tud az ellenfél, és utána úgy játszott, hogy... Így van, így van. És ha ez tényleg így van, és ezt véghez tudta vinni, és esetleg most is, akkor az nagyon jó, hiszen ennyi idős korban azért a taktika még annyira nincsen jelen, hiába mondja az edző nekik, nehezebben jegyzik meg. Viszont, hogyha tényleg meg tudta jegyezni, akkor az nagyon pozitív. 6-5 közben. Ó! Ez zicser volt. Igen, ezt be kellett volna ütnie. Egyébként egy mondatot hagyj ejtsek egyik nagy kedvencemről, Josek Jukról, nem tudom, hogy jól ejtem a nevét. Jól, igen. Jó, megnyugodtan, nem kell a koreai nagykövetségnek is dísztáviratot küldenem. Főleg, hogy nem is tudok koreaiul írni, mert ha jól sejtem, ők is ilyen fura írásjeleket használnak. Bizony, bizony. És tehát Josek Juk játéka nagyon érdekes, mert ha jól tudom, ő Tenergy-vel üt tenyeresen. Ami egy brutál támadó szoft egyébként, tehát a csúcsjátékosok egy jelentős része használja, és ő simán nyeseget azzal a szofttal, ami gyakorlatilag, mintha nem is arra lenne kitalálva. Sőt, hát nagyon ügyesen pörget, hatalmas kiflikkel, nagyon meg tudja lepni az ellenfeleit, és azt hiszem az egyetlen olyan védőjátékos, aki ugye az első 10 környékén van világszinten a világranglistán. Igen, most név szerint nem tudom, van még egy kínai játékos. Nem, a Chen Weixing. Hát ő honosított osztrák. Igen. Kínai, és honosítva lett Ausztriába. Igen. Ő is ott volt annak idején egyébként, pár évvel ezelőtt. 10-15 környékén a világranglistán, de most Kínában van még egy játékos. Aki ott tud lenni. Igen, a legelején. Tényleg, nemrég jártam egy mérkőzését, de hát ugye a kínai nevekkel kimondhatom, hogy bajban vagyok. Így van. Hát aki nincsen, az legyen szíves, és valamit írjon a blogon, vagy telefonáljon be. Vagy küldjön egy dísztáviratot. Így van. Ne csak mi küldjünk. Közben eldumáltuk az időt, hogy így fogalmazzak, és 2-0 a mérkőzés állása, pedig vezetett az izraeli srác. Vezetett. Ezt tényleg eldumáltuk, Viktor. Igen, most remélem, teljesen... hogy a közvetítés nézők örömére. Igen, teljesen megakadtam, hiszen ez váratlanul ért minket is. Lényeg a lényeg, 2-0 a lengyel srácnak. Igen, egyébként... Légy szíves a nevét, hogy ne maradjunk. Kamil Nalepa. Így van, köszönöm. Ebben az esetben elmondható, hogy a Kamil Nalepa neve, a családi név a Nalepa, ha jól gyanítom. Igen. Ne bonyolítsuk túl. Tehát Kamil Nalepa 117-es. Aztán most háromszor mondtam el, ugye? Igen. Még 2 van. Na nézzük. Rendben. 2 van neki, és most mondban is. Hozzáteszem, hogy Kamil Nalepa szaladt az elgurul labda után. Így van. Jó van, letudjuk. Igen. Letöröljük az izzasságcseppet a homlokunkról. De hát lassan Kamil Nalepa, és ezzel megvan a 10. Igen, hát ő ezt is letörölheti, hiszen 4-0-ja van. Igen. Ilyenkor kezd egy kicsit lélektanilag összeomlani az ember. Igen. Az izraeli játékosra gondolok, ugyanis ugye 2-0 az ellenfél vezet, és 5-0 szintén. Tehát ilyenkor nagyon nehéz úgy oda koncentrálni, hogy ezt a szettet meg tudja fordítani. Már 6-0. Én nem vagyok ilyen meccset feladós játékos, de el tudom képzelni, meg láttam már olyan csapattársamat, aki ilyenkor elütögette, elszerválta, tényleg nem érdekelte már nagyon az eredmény. Hát igen, ez mentalitástól függ. Igen. Ugye, hogy ki hogy reagálja le ezeket a szituációkat. Sőt, nemrég ugye csak hogy a dicsérjem a PPKU TV-t, ugye nemrégiben közvetítettünk a top 12-ről, és ott pont a Nagy Krisztiánon, ugye, aki megnyerte a tornát, láttam két meccsen is, hogy kiengedett szettet. Egyszerűen elment, nem foglalkozott vele.
És először azt hittem, hogy ezzel a meccset is elúsztatja, de nem, mert a következő szetre meg, mintha semmi nem történt volna, úgy összerántotta magát, hogy meg tudta nyerni a meccset is. Igen, igen. Hát jótékony kedvében igen. Volt abban a pillanatban. Igen. Nagyon rendes rász, majd felkérjük a PPKO TV jótékonysági nagykövetének. Így van, így mint van. Most már azt hiszem kétszeres top 12 így bajnok volt. Majd a táviratot ő írja meg. Igen. Nem szerintem arra egy csinos hölgyet kell felvegyünk, mert az adminisztrációban a hölgyek sokkal precízebbek, meg még a kézírásuk is szebb. Így van. Meg jobban áll nekik a szemüveg. Igen. Talán a szupermenes hölgyet. Igen. Na közben megint elkalandoztunk, hihetetlenek vagyunk. 6-5 és időt kért a lengyel fiú, annak is az edzője. Nagyon hasonlít rá, lehet, hogy az édesapja, önök nem látják. Hát ebben a korban ugye még azért igazad a van. Kísérők, a szülők legfőképpen. Ugye a fokrémet el kell hozni mindenféleképpen. Hát persze. Igen, meg hát a szülői aggodalom, mert mondjuk ki, hogy ugye gyerekkorban, vagy amikor a szülők gyermeke még kicsi, azért az aggodalom jóval nagyobb. Így van. Jó, tehát az időkérés 8-5. Igen. Szépen falssal pörgetett a igen, az lengyel fiú. Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon nehéz, hiába lassúnak tűnik a labda kezelni, nagyon attól pörög, még sokkal van. Nehezebb. Nagyon-nagyon tele van. A tévén keresztül a laikus ember azt gondolná, hogy hát olyan magasra pattant a labda, hogy meg még lassan is. Még parfissal is beütöm, de hát ez nem így van. 10-5, nézzük az első mérkőzés labdát. Egyébként érdekes volt, látod, hogy a Kamil Nalepa, és akkor kipipálhatjuk a tizet, adta ezt az oldalfalsos szervát, amit a Gál Perel nem, jól mondom a nevét?